Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm a Bajnokok Városa nézőit. A mai adásban szinkronúszással fogunk foglalkozni, mert hogy a szezon elkezdődött, és hát sok minden történt, és hát azáltal, hogy elkezdődött, ez azt jelenti, hogy sok minden is történik a jövőben, a közeljövőben. Itt van velem a stúdióban az Orka Ese vezetőedzője, Molnár Andrea. Szervusz, üdvözöllek itt a stúdióban. Köszöntelek én is. Na, elkezdődött a szezon. Hogy indult számotokra, mennyire vagytok eddig elégedettek azzal, amit a lányok a medencében produkáltak, és hol tartotok? Ugye azt tudjuk, hogy azért ez az időszak sokszor még az új kűröknek a begyakorlása, betanulásának az időszaka. Igen, ez az idei évben sincs másképp. Új kűrökkel, illetve majd a januárban esedékes korosztályváltásokra készülünk az ősz folyamán. Úgyhogy a kicsikkel egy pozsonyi versenyen vettünk részt, ami úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült, tehát technikai elemeket mutattak be ott a lányok, illetve most a Magyar Kupán vettünk részt, az is egy állomása a tavaszi versenysorozatunknak. És ugye gondolom a szezon megelőző időszak az pedig részben a toborzási, mennyire sikerült jól a toborzás, tehát mennyivel nőtt mondjuk az elmúlt években az Orka létszáma? Minden évben elmondhatjuk, hogy egy 15-20 fővel kezdünk el dolgozni, akik vagy évközben kapcsolódtak, tehát tulajdonképpen ők is még csak most ismerkednek a szinkronúszással, illetve akik szeptemberbe keresnek meg minket. Mennyire tehetségesek, ügyesek a kicsik, tehát mennyire áll szép jövő előtt az Egyesület, hogy látott, tehát akik most érkeznek, ők mennyire jó alapanyag, vagy ezt ennyi után még nem lehet eldönteni? Hát ők még nagyon az elején vannak ennek a hosszú útnak, azért ez egy rendkívül bonyolult sportág, tehát az a jó, hogyha már egy bizonyos úszás tudással érkeznek, és annak még nagyon-nagyon örülünk, hogyha esetleg egy olyan iskolából, ahol azért sokat foglalkoznak a tornával, vagy esetleg van valami tornához közeli sportmúltja a kislánynak. És hát az utánpótlásunk az most elég nagy, tehát úgy néz ki, hogy a következő évben akár két csapatot is ki tudunk állítani ebben az úgynevezett nálunk 15 év alatti utánpótlás korosztályban. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jónak mondható, mert eddig még erre nem volt példa. Tehát azért ugye a sportokban általában a piramis működik, tehát azért kopnak el a gyermekek, gyerek és utánpótlás korosztálytól. Sajnos már egyre lejjebb került ez az átlag életkor, ahol a sport egy kicsit háttérbe szorul a tanulásnak a tanulás miatt. De úgy érzem, hogy nálunk ez a jövő év az egy nagyon jó kis korosztály lehet, illetve vannak olyan utánpótlás versenyzőink, akik már jövőre a juniorban is megmutatkoznak, mert ott meg ugye most jelenleg egy junior párosunk van, mert hát a többiek meg kinőttek minket, elmentek tanulmányaikat, elkezdték Pesten, Pécsen, ugye a junior felnőtt csapatunk szinte teljes egészében felvételt nyert valamilyen felsőoktatási intézményben, úgyhogy őket meg az új utánpótlás próbáljuk már egy kicsit junior, tehát a 15 év fölé, 15-18-as korosztályban versenyeztetni. A szempont egyébként ezeknél a lányoknál nagyon helyre felvételizenek, ahol van szinkronúszó egyesület? Tehát, hogy legalább a sporták mellett megmaradnak? Most voltunk a Magyar Kupán, és pécsi gyerekeket kísért volt orkás versenyző, szentendrei gyerekeket kísért, és pesti gyerekeket kísértek volt versenyzőink. Úgyhogy ez egy kicsit büszkeséggel is tölt el, hogy megszerették annyira ezt a sportágat, hogyha már nem is tudják aktívan folytatni, de aktívan részt tudnak venni a sportág életében. Pont ezt akartam mondani, hogy gondolom jó körben nézni egy ilyen versenyen, amikor mindenféle csapat körül azért ismerős arcokat tudtok látni, volt fehérváriakat. Beszéljünk először el a pozsonyi versenyről egy picit részletesebben, ugye említetted, hogy kicsik voltak ott, ők mennyire érzik át a nemzetközi szintérnek, a nemzetközi poronnak a hangulatát és a súlyát, mennyire izgulnak mondjuk jobban, és ez mondjuk mennyivel segíti vagy nyomja rá a bélyegét az ő teljesítményükre. Ez a pozsonyi verseny az azért is egy nagyon jó kis verseny, mert itt ők még csak úgynevezett kötelező gyakorlatokkal indulnak, tehát nem függenek egymás teljesítményétől, és ez egy
Nagyon sokan voltak, mert 5 vagy 6 ország volt, tehát ők is, ez a kis verseny is kezdi magát kinőni, egyre többen szeretik. Szezon elején van, tehát pont egy ilyen nagyon jó kis felkészülési verseny technikai szempontból a kűrökre és a későbbiekre. Hogy mennyire izgultak, én úgy gondolom, hogy érdekes volt a rutinosabbak, tehát akik már voltak egy-két ilyen versenyen, ők jobban elizgulták, mint a kicsik. Ott még egy kicsit az újdonság, varázsa, tehát olyan kis, mondható az, hogy anya aranyos maga biztosan mozogtak ott az uszodában. Hát ők még úgy vannak fel, hogy víz, medence, medence. Igen, lehet, de nagyon odafigyelve. Tehát nagyon látszik az, hogy tényleg az iskolában is ki hogy teljesít, mert azzal nagyon szépen ügyesebb, jobban lehet koncentráltabban dolgozni. És ugye mutatja az utánpótlás méretét, hogy 19 versenyzővel vettetek részt, igen. Nem egy rossz szám. Igen, és egy összetettbe egy ezüstérmet is sikerült elhoznunk, úgyhogy amire én úgy tudom, hogy még nem is volt példa, hogy ezen a kis kötelezős versenyen, technikai versenyen érmet nyerjünk. Most hétvégén pedig Magyar Kupán voltatok, ez hogy sikerült? Itt mennyire tudtatok hazajönni mosolygósan, vagy kevésbé mosolygósan? Hát innen én kevésbé mosolygósan érkeztem haza. Tegnap volt épp az első edzésünk a lányokkal. Zengett az uszoda? Nem, nagyon higgadt voltam. De úgy érzem, hogy ez most az én csoportomra értve, ez most nem úgy sikerült, ahogy én ezt elterveztem, illetve remélem, ahogy a lányok eltervezték. Úgyhogy 2 hét múlva úgy gondolom, hogy bizonyítani fognak, hogy mégis itt a helyünk és jó úton haladunk. Én nagyon ezt várom tőlük, és a tegnapi edzés munka is már ezt bizonyította. Lehet, hogy az izgalom, mégiscsak Duna Arena helyszín, tehát lehet, tehát azt, mint az előbb is mondtam, hogy lehet, hogy a rutinosabb már átérzi sokkal jobban az elvégzett munka súlyát, illetve hát sportágunkban az új szabályok azért eléggé megzavarták itt egy kicsit az állóvizet, úgyhogy ez is közrejátszott. Mik ezek az új szabályok, amik mondjuk a leginkább meg tudják zavarni akár a rutinosabbaknak is a fejét? Hát a gyerek és utánpótlás korosztályban úgy épül fel most már, tehát egy is úgy épült fel a pontszámunk, hogy a kötelező gyakorlatok és ugye a látványos kűröknek a teljesítménye összeadódott, de január 1-től most már 0 pontozzák is a gyakorlatokat, és ez elvileg akkor történik, ha valami elemrész kimarad, de itt sajnos még bíróknál sincs tökéletes konszenzus, hogy az kiviteli hiba volt, vagy pedig tényleg kimaradt egy elemrész. És hogyha kimaradt, akkor 0 pont az egész. Ha kimaradt, akkor 0 pont, igen. Úgyhogy elvileg már itt is, mint a fociban, videót is bevezettek, tehát úgymond videóbíró, tehát ha bármilyen eset van, akkor referensbíró dönt egy elkészült videófelvétel alapján, ami folyamatosan megy a versenyen. Hát most nem volt videóbíró, és így azért adott a konfliktusaink. A Duna Arénában nem volt videóbíró? Nem tudott most a szövetség biztosítani nekünk 4 kamerát, vagyis hát vagy az infrastruktúrális háttér, vagy a humán háttér hiányzott ahhoz, hogy ez működőképes legyen a versenyen, és sajnos ebből adódtak azért gondok. És úgy érzed, akkor beszéljünk kicsit erről, hogy mert ez egy pontozásos sportág, ahogy azt nyilván mindenki tudja, meg itt ugye te is beszéltél ennek kapcsán erről, hogy volt, amikor akkor ezek szerint a károtokra tévedtek szerinted? Én úgy érzem, hogy igen, de ez mondom, hogy még annyira gyerekcipőben jár ez a része, és annyira nem kifinomult. Most nemrég voltam Belgrádban egy LEN kliniken, ahol szintén úgymond az európai élvonal volt ott, és ott beszélgettünk, illetve próbáltunk közös nevezőre jutni dolgokban, és hát az elmúlt EB-t elemezve is éles ellentétek alakultak ki, hogy az a gyakorlat, tehát nem is gyerek és utánpótlás korosztályról, hanem felnőttekről beszélünk, hogy az tényleg megérte a 7 pontot, vagy volt olyan, aki ezt ugyanarra a gyakorlatra nem 7 pontot, hanem 0 pontot adott volna. Tehát itt most ezek az úgynevezett kis hiba, közepes hiba, nagy hiba,
Tehát itt valahol a szabály van, akkor rosszul. Keresik az utat, tehát most már van egy új pontozási metodika is, amin dolgozik az Európai Úszószövetség, hogy még objektívvé tegyék a sportágat, és megpróbálják. Úgyhogy erről is volt szó ezen a nemzetközi konferencián. Meglátjuk, hogy mi lesz. Addig mi gyűrjük, próbáljuk ezeket a hibákat kiküszöbölni, tanulni a dolgokból, de ez egyelőre nehéz, mert sajnos ugye a gyerek és utánpótlás korosztályban is él, és azért bármennyire is egy... Szóval nehéz a gyereknek utána feldolgozni, hogy ő most dolgozott ezért, és mégis nulla ponttal jött ki. Főleg akkor, ha ezt utána nem tudjuk neki úgy megmutatni egy videó hiányában, hogy mégis hol, mert ugye hát azért másképp érzi ő a vízben, izgalom, bármi, tehát kicsik ahhoz, hogy ez ilyen élesen történjen meg ez a dolog. És te hogy látod, hát ezért elég régen benne vagy már a sportágban, hogy mivel lehetne, mi lenne az a megfelelő út, irány, eszköz, amivel tényleg objektívvé lehetne tenni a sportágat, ami nyilván pokolyan nehéz egy pontozásos sportág esetében, de mégis. Junior korosztályból épp ezért már kivették ezeket az úgynevezett kötelező gyakorlatokat, tehát ott is már csak kűröznek a versenyzők, ugyanúgy, mint felnőtt korosztályban. Tehát világversenyen nem látunk már, ez az a, úgy mondom, egy kicsit unalmas, a közönség számára unalmasabb részt, mikor síri csendben az uszodában, ugye mindenki fekete fürdőruhában, fehér sapkában dolgozik. Tehát a junior és felnőtteknél már kürbe vannak beépítve ezek az elemek, amiket azonos sorrendben minden egyes versenyzőnek meg kell mutatni, szólóban, párosban, csapatban, mix duóban. Talán ez már segít, mert azért ott könnyebb. Gyerekeknél ezt drasztikusnak találom. Nyilván a döntéshozók tudják, hogy miért van ez így, de pont a gyerekeknél azért ez elég érdekes. Menjünk akkor nézzünk a jövőbe, sok minden történik majd veletek, ugye a jövő hétvégén majd megint az utánpótlás kerül nálatok, középpontba mentek egy versenyre, hova mentek? Érdre megyünk szokásos utánpótlás korosztály, utánpótlás versenyünkre, 52 versenyzővel megyünk, az igen. Úgyhogy elég népes lesz, tényleg junior párosunk is fölépült a sérülésből, úgyhogy ők is velünk tartanak, utánpótlás 2 gyerekcsapatunk, ugye ők fognak majd jövőre már az egyik része utánpótlásban versenyezni. A gyerekcsapat az mit jelent? Gyerekcsapat, a két gyerekcsapatunk, ők már a nemzetközi szabályok szerint versenyeznek, tehát ők már azért annyira nem is gyerekek, de azért 11-12 évesekről van szó, és a legkisebbek is indulnak már kürrel is, meg ezekkel a kötelező technikai elemekkel. És így az ősz folyamán, mondjuk ezért az érdi verseny, hogy van bennetek valamiféle elvárás, vagy tényleg az, hogy most azok, akik a magyar kupán nem szerepeltek, olyan jól, azok most bizonyítsanak? Én nagyon szeretném, hogyha a magyar kupások itt a gyerekkorosztályban jobban szerepelnének. Az utánpótlástól én így magabiztosabb kürt várok. A juniorok élvezzék, hogy még ezt tanulás mellett, érettségi előtt még tudnak velünk versenyezni, és remélem az Orka kupáig ők még így ki tudnak tartani. Hát a kicsiket meg remélem sikerrel veszik az első kűrös, első kötelezős versenyeiket. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha mosolyjal térnénk haza majd Érdről. Hát úgy legyen, és ugye aztán jön a karácsony előtti Orka karácsonyi gála, amivel minden évben megtöltitek az uszodát. Idén mikor lesz, mit kell róla tudni, készültök-e valami kuriózummal, lesz-e megint gyűjtés, mik a legfontosabb tudnivalók? Igen, a jótékonysági akciónkat szeretnénk ebben az évben is folytatni. A gála az december 15-én szombaton 17 órakor lesz az uszodában, ahova mindenkit sok szeretettel várunk. Készülünk, mindig készülünk valamivel. Ez az idei gála megint más lesz egy picit, mert ugye nagylányaink már nincsenek velünk, tehát úgy felnőttjeink nem tudom, hogy még vízbe szállnak, de még beszélgetek velük, hát ha még ők is azért a tanulmányaik mellett tudnak ránk időt szakítani, illetve meglepetéssel készülünk. Valami picit mondjál, csak nem minden, csak egy nagyon, nagyon picit csepegtessél, hogy,
hogy kedvet hozzunk a tévénézőknek, hogy miért látogassanak majd ki az úszodába 15 december 15-én. Megpróbálunk, tehát nem csak a lányok lesznek a vízben, hanem megpróbálunk ugye szereket is bevinni most már a vízben, tehát egy kicsikét nem csak a lábbal és a kézzel dolgozni. Na, hát erre nagyon, nagyon kíváncsi vagyok. Orka kupa, egy pillanat erejéig már szóba került, ugye ez most már egyre nagyobb tulajdonképpen nemzetközi szinten, és ugye benne vagytok most a nemzetközi naptárban jó néhány éve, készültök rá. Ugyan messze van még, de hát aki szervezett már valaha versenyt, főleg nemzetközi, pontosan tudja, hogy sosem lehet elég időben elkezdeni rá nincs a készülést. Nincs messze. Nincs messze, úgyhogy nagyon most megint van egy-két ország, aki bejelentkezett. Úgyhogy a nemzetközi továbbképzésen próbáltam népszerűsíteni, de nem is kellett népszerűsíteni, mert már tényleg oda jöttek és kérték a versenykiírásunkat. Úgyhogy ez hatalmas eredmény, azt hiszem, amit tényleg az elmúlt nemzetközi szinten, az elmúlt 5-6 éven elértünk ezzel a versennyel. Úgyhogy remélem, hogy az eddigi görögök már bejelentkeztek, oroszokkal is folynak levelezgetéseink, a környező országok már szinte biztosra mondták, hogy itt lesznek. Ami újdonság, úgy néz ki, hogy Belgiumból, Hollandiából is jönnek, a svájciak is visszatérőek, és hát remélem, hogy még tudunk majd meglepetéssel szolgálni. Gondoltátok volna, amikor az első orka kupát megrendeztétek, hogy ez majd egy ilyen komoly nemzetközi esemény lesz? Nem. Minek köszönhető akkor, hogy látod mégis, hogy... Talán nagyon jó az időpontválasztásunk. Tavasz eleje, de már az őszi felkészülésnek akár egy első állomása lehet. Tavaly több nemzetnél válogató versenyként is szolgált az Európa-bajnokságra. Úgyhogy talán az időponttal is nagyon szerencsések vagyunk. És hát én úgy gondolom, hogy több versenyen voltam már, hogy a szervezés az meg... Az meg jó, nagyon profi. Jó. És az időpont az megint március lesz. Igen, ugye? Március közepén találkozunk, igen. Beszéljünk egy picit magáról a hazai szinkronúszás itt az adás végén. Hogy látod a magyar szinkronúszás helyzetét? Én kívülállóként, laikusként azt látom, hogy fejlődik, és ennek adott egy komoly lökést a tavalyi vizes világbajnokság. Mindenféleképpen adott egy lökést. Ugye Pesten nagyon-nagyon jók most már, én úgy gondolom, az infrastruktúrális lehetőségek. Tehát tényleg mi is most már akár a nagy Duna Aréna központi versenymedencében, vagy pedig a másik bemelegítő medencébe versenyzünk, de hát mindegy olyan kiszolgáló háttérrel rendelkezik, ami optimális ilyen versenyek lebonyolítására. Valamint ugye már több éve dolgozik nálunk egy orosz edzőnő a válogatottal. Tavaly egy világkupa sorozatban is sikerült, és nagyon sikeresen szerepelt a felnőtt válogatott. Az idén ugye szintén készülnek a világversenyekre, ha jól tudom, akkor ennek a világkupa sorozatnak is a szuper döntője úgy néz ki, hogy Magyarországra sikerült hozni. Ugye sportdiplomáciai sikereink is vannak, valamint a napokban érkezett már meg egy újabb új orosz edzőnő, aki az utánpótlással fog tevékenykedni. Nekünk én úgy gondolom most az lenne a dolgunk, hogy az ide hozzánk érkező humán erőforrást minél jobban kiaknázzuk. Úgyhogy a létesítmények én úgy gondolom, hogy már nagyon sok városban, Pesten elsősorban most már fejlődtek, adottak. Mi itt Fehérváron ezt egy picikét úgy érzem, hogy azért ebbe egy kicsit itt le vagyunk maradva, de megpróbálunk mi is lépést tartani, hogy válogatottakat delegáljunk esetleg a sportágban újra. De ez egy olyan ország, ugye, ahol olimpiai aranyagban és érmekben mérik ugye egy sportágnak a sikerességét. Igen. Hogy látod, hogy ebben lehet előrelépés mondjuk akár Tokióban, vagy akár 2024-ben, hogy mondjuk legyen olyan válogatottunk, amelynek mondjuk esélye lehet, csak a tele is éremről, hogy pontszerzésről beszéljünk. Ugye Tokióban úgy gondolom, hogy egy párosnak lehet esélye arra, hogy kijusson az olimpiára. Tehát sajnos még nem tartunk ott, hogy úgymond az olimpiát tekintsük a főversenynek. Én úgy gondolom, hogy nekünk még az olimpiai kvalifikációt kell tekinteni a főversenyünknek, és onnantól kezdve az olimpia már egy ajándék, és
abban a tudatban, ha akkor edzenek a lányok, akkor már tényleg életük legjobbját fogják nyújtani. A világversenyekkel kapcsolatban most szeptemberben, 2019. szeptemberében rendeznek először utánpótlás világbajnokságot. Itt úgy gondolom, hogy komoly esélyeink lehetnek. Az elmúlt években ebben a korosztályban úgynevezett Komen kupát, mediterrán kupát rendeztek, de ez már rég nem a mediterrán országok versenyéről szólt csak, hanem tényleg a tengeren túlról is érkeztek versenyzők, és a tavalyi évben már nagyon jól szerepelt a válogatott, korosztályos válogatott csapat, és itt már vannak kiugrási lehetőségeink. Akkor, hogyha jól értem, akkor az összmagyar utánpótlást nézzük, akkor azért összességében lehetünk optimisták? Lehetünk, bár én nagyon jobban szeretném kihasználni ezeket a humán erőforrást, ami ide érkezik, tehát mi nagyon szívesen vennénk, hogyha nem csak azzal a szűk kerettel foglalkozna a válogatott edző, hanem esetleg a szabad idejében, vagy amikor ugye a gyerekeknek szükségük van azért pihenésre, aki a válogatottban dolgozik, hogy abban a számára holt időben esetleg klubokhoz ellátogasson, és azokat a pici dolgokat, amiket versenyen nem lát az ember, azokat átadja, vagy ugye mindig azt mondjuk, hogy a válogatott gyerekek azok már egy kiválasztott gyerek, tehát ott már valamit jól csináltunk, ehhez kellett az edző, de kellett a gyerek is. Na de mi van ott, ahol alul, ahol még szükségünk van, még több edzői trükkre, tapasztalatra, hogy még több jobb, minél jobb gyereket tudjunk kinevelni. Úgyhogy én itt remélem, hogy történik valami változás, és ezáltal a mi munkánk, mint edzők munkája is fejlődni fog. És hogy érzed, nyitott ajtókat döngetsz a szövetségben, vagy ez kimúlik, hogy a külföldi segítség úgymond megérkezzen? Remélem, hogy nyitott ajtókat döngetünk ez ügyben. Ugye a két külföldi edző már itt van Magyarországon, úgyhogy az ő tudásuknak az átadására lenne most szükség, de úgy ez a face-to-face, tehát hogy nem a jó gyerek, nem a kiváló gyerekeknél, hanem akik még nem olyan szinten vannak, ott kellene nekünk, én úgy gondolom, fejlődni, hogy még mivel, mi az a még plusz, amit még tudok neki adni, hogy még jobb legyen. Hát bízunk benne, hogy ez így lesz. Akkor a legfontosabb az, hogy december 15-én Orka Kupa, vagy illetve Orka Karácsonyi Gála, mert márciusban lesz az Orka Kupa, jövő hétre pedig nektek akkor sok sikert az érdi versenyhez. Köszönjük szépen. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm. Sok sikert tényleg a jövő hétvégéhez. Önöknek pedig köszönjük már a figyelmet. Ez volt a Bajnokok Városa. Ezzel a műsorral legközelebb majd egy hét múlva csütörtökön este 3-4-8-kor találkozhatnak. Viszontlátásra!